a Harry Potter-t én most mellőzném, mert biztos rengeteg kérdést kaptam már vele kapcsolatban. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy szerinted Daniel Radcliffe-nek sikerült-e kitörnie abból a skatujából, amit ez a 7 év miatt ugye belekerült. Több is az, mint 7 év egyébként. Ez több mint 11 év volt, én ha jól számolom. De tehát akkor 11 év alatt jött ki a 7 film. És sikerült neki? Hát olyan másfél-két évente jött ki új rész, és volt 8, 7 plusz 1. Sikerült kitörni, én azóta csináltam őt 3 vagy 4 filmben is, és mindegyikben tök mást alakított, és engem meggyőzött róla, hogy érdemes vele foglalkozni, és el lehet engedni ezt a Harry Potter vonalat. Nehezen, mert tényleg több mint 10 évről beszélünk, de egy fiatal költőt játszott az egyik filmjében, nekem nagyon bejött. Persze nehéz, mert az utolsó részekben úgy néz ki, mint ezekben a filmekben. Szóval amikor valaki ugyanúgy néz ki egy, hogy mondjam, tehát több részen keresztül egy filmben megszokott, hogy így néz ki, akkor ez nem csak egy Harry Potter esetében, ez furcsa lehet, de tök mást játszott, és ahogy egy kicsit én elengedtem magamban, hogy ez a Harry Potter, egyből sikerült meggyőzni arról, hogy mást is el tud játszani. Ezen kívül volt a Frankensteinnek valami nemrég feldolgozott verziója, szintén ő benne az egyik főszereplő, abban már egyáltalán nem éreztem ezt a Harry Potteres dolgot. Abszolút el tudta engedni, és láttam is, hogy lesz egy jó pár filmben, amikben már szerintem nem fognak rá úgy gondolni. És hogyan fogadod, amikor nem téged hívnak ehhez a színészhez, mert 2 ilyen is volt a közelmúltban? Én egyről tudok, de melyik a másik? Egy pillanat, ehhez segítség el. Az egyik a Szarvak volt Jó Gáborral, a másik pedig a Fiúk a parton Morvai Bencével. A Fiúk a partont megcsinálták velem is. Na hát, erről nem tudtam. Már jó pár évvel ezelőtt, 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Emlékszem rá. Úgyhogy egyszer biztos, hogy én csináltam. Az nagyon kedves kis film volt, de nem emlékszem rá annyira. A Szarvaknál nem örültem, nem tudom, hogy mi alapján döntötték el, de hát legyen így. A rendező úgy dönt, ahogy szeretne. Nem tartom indokoltnak, mert karakterében sem üt el annyira, mondjuk esetleg tőlem, vagy az eddig játszott karakterektől, amit a színész srác csinált, de hát ha valaki úgy gondolta, hogy ez úgy jobb lesz, ha a Gábor csinálja, akkor én abban nem szólhatok bele. Hát egyébként nagyon rosszul esett, de azért ezen túlteszi magát az ember. Ilyenkor nem szoktad számon kérni a rendezőt, vagy megkérdezni tőle, nem, hogy miért döntött. Nem, hát én nem kérhetem őt számon, az nem úgy működik. Erre nincs szabály. Ő úgy döntött, hogy... Vagy ne, lehet, hogy nem találkozott még a Daniel Radcliffe-re, és lehet, hogy még nem jut vele szembe ez a figura, és azt gondolta, hogy hopp, ez olyan, mint a Jó Gabi, legyen ő. Nem tudom. Többször szinkronizáltad Anton Jelcint is. Egyik nap láttam a Star Trek-et, és szerintem különösen jól sikerült az orosz akcentust visszaadnod a magyar változatban. Ezzel sokat kellett küzdeni a felvételek során? Nem. Én úgy emlékszem, hogy a Csörögi István a Csörögi István rendezte a szinkronját, és 15-20 percet töltöttünk azzal, hogy én orosz akcentussal beszélek magyarul. Átvettük, hogy ők mit, miért ejtenek úgy. Tehát egy ilyen kis tanfolyamban vettem részt, ilyen express módon. És hát az tök sokat segített. Tehát, hogy csak meg kellett értenem, hogy mitől olyan az akcentus, és onnantól kezdve meg tök jól lehetett csinálni a dolgot. Nem esett nehezemre. Ott az elején az a kis gyors talpaló, az segített. Ugyanezt a színész szinkronizátor a Terminátorban is. Szerinted, tehát
Jól sikerült a Star Trek reboot, illetve a Terminátor folytatás, jó filmeknek tartod? Nem tudom, hogy meg tudtad-e nézni. Én a Terminátor sztoriban eléggé el vagyok maradva. Arról nem tudok nyilatkozni. A Star Trek-ek is jók, viszont nem tudom hozzásolítani a régiekhez. Az már egy, az nem az én generációm, akik az előző nagy filmeket, illetve sorozatokat nézték, de én megnéztem így külön, és szerintem jó filmek. Ezt a rendezőt én bírom. És jó színésznek is tartod az Antant? Nagyon, nagyon. Őt szeretem talán a legjobban csinálni. Volt még egy, hát talán mondhatjuk úgy sorozatnak a Misfits-et, amiben bűnözők kaptak különleges képességeket, és ha jól tudom... Nem bűnözők, ott csak egy bűncselekmény történt az elején, ami miatt azok összekerülnek. Hát problémás gyerekek, inkább úgy. De jól tudom, hogy az neked az egyik kedvenc szinkron szerepel. Így van, így van. Ez egy nagyon mókás figura. Kicsit azzal tudtam azonosulni azért. És későbbiekben is meg tudta szinkronizálni ott az ottani színészt? Őt előtte is csináltam. Egy vagy két filmben, nagyjátékfilmben, és akkor volt a sorozat, ott aztán teljesen egyé váltam a figurával, ha lehet ilyet mondani, mert ott olyat játszott, ami közel áll az én személyiségemhez, ha lehet ilyet mondani, és akkor utána még volt egyszer valamilyen filmben, de azt már nem tudom felidézni. De ő az, akit könnyen elsajátítok. És színészként milyen benne lenni mondjuk olyan kultfilmben, mint mondjuk az E.T.? Hát én a második magyar változatban voltam benne. Ami a hát az egy óriási dolog volt, főleg azért is, mert azt hiszem, hogy talán az első, de maximum a második olyan nagy játékfilm, amit moziban vetítettek, és az én hangommal, és címszerepem van benne. Úgyhogy az óriási dolog. Nem is tudom, hogy előttem ki volt az első változatban a hang, de hát az egy óriási dolog. Egy olyan filmben, ami annyira nagy siker lett, hogy másodszor is levetítik a mozikban, az nem semmi. És szerintem megkerülhetetlen az Alkonyat sorozat. Neked mi a véleményed a filmet övező rajongásról, illetve magukról a filmekről? Én ezt a vámpíros, farkasos sztorit nem tudtam soha megszeretni. Nem is annyira értem, azt viszont látom, hogy egy nagyobb réteget megszólít. Úgyhogy jó rendben, nem tudok mit mondani. Engem az nem igazán tudott így magával ragadni. De az is egy jó dolog, hogy ott is egy... Fú, ott ráadásul nem is végig én voltam. Ott az első részben azt hiszem, hogy a Penke Bence volt ennek a fiúcskának a hangja, és akkor a másodiknál, amikor a gyerek megjelenik kigyúrva, meg rövid frizurával, és teljesen máshogy néz ki, akkor éppen emiatt felhívtak, hogy lenne ez a szerep, de nem én voltam eddig, azért lennék én, mert akkor átváltozott a figura, hogy azt gondolták, hogy más hang, vagy idősebb hang, vagy nem is tudom pontosan mire hivatkoztak, és én úgy lettem végül ennek a Jacob nevű figurának a hangja, és utána maradtam is egy ilyen állandó magyar hang ennek a színésznek. És ilyenkor, hogyha mondjuk nem jön be neked a film, nem szereted, föl szokott merülni az, hogy a későbbiekben nem vállalod el a folytatást? Vagy hát azért munka, elsősorban ez munka. Ilyet azért nem csinálunk. Nehezebb néha azonosulni, de azért azt az ember rutinból megcsinálja, hogyha ha annyira nagyon rossz, de azért annyira nagyon rossz dolgokat szerencsére nem csinálunk. A Hétköznapi Vámpírok című réteg film, ami igen nagy elismerésnek örvend, akkor ezek szerint az sem nyerte el a tetszésedet? Dehogy nem. Hát az a film, az egy... Nem is tudom rá a jó szót. Azt hiszem, hogy nem a paródia a jó szó, de
De ami eszembe jut azok közül, az, ez áll hozzá legközelebb. Ott azért ez rendesen ki van figurázva. És az olyat viszont már szeretem. Azt nagyon jó volt csinálni. És végezetül voltál egy animében is, sőt, lehet, hogy többen is, én most egyet emelnék csak ki, Romeo és Júliát, azt is azért, mert Sci-Fi világba helyezték a történetet, nem tudom, hogy erre emlékszel-e. Emlékszem egy ilyenre. Arra, hogy ki voltam, arra most írtam. Talán... Curio. Curio, az. Igen, emlékszem rá. Na, ott az interneten többen küldtek át ilyen fórumokat, ahol őrületes viták folytak a szinkronról. Az furcsa is volt nekem, nem tudtam, hogy ezt ennyire komolyan veszik, de ha jól emlékszem magamról, jókat olvastam. Az nagyon tetszett, hogy ilyen formában van feldolgozva a történet. Bár nem néztem utána meg, úgyhogy megmondom őszintén, nem láttam mindent, nem tudtam így az eszközökbe belemerülni, hogy ők ezt miképpen ültették át így animébe, de nekem nagyon, nagyon bejött. És mi a véleményed magáról a műfajról? Ez az a műfaj, amiben még így nem betettem bele magam, de szeretném. Tehát sorozatokat szeretek nézni, lehet, hogy ez lesz az egyik következő állomás, hogy jön egy anime, és akkor utána még több. Előny vagy hátrány az, hogy édesanyáddal ketten dolgoztak a szakmában? Nem, ez eddig csak jó dolgokat hozott. Nevezetesen, hogy én belekerültem a szakmába, az annak köszönhető, hogy előttem ő is. És amikor pici voltam, akkor elvitt magával, és kipróbáltak. Úgyhogy ez semmiféle rosszat nem hoz, ez csak jót hozott. Konkrétan engem ide, be a szinkronba. Néző kedvéért említsük meg, hogy Könycsannáról van szó. Könycsannáról van szó, édesanyámról. És amikor együtt dolgoztak a mikrofon előtt? Elég ritka sajnos, de volt már, hogy ő volt az anyukám, és én meg a fia. Az egy fantasztikus dolog. Az érdekes lehetett. Az jó volt. Nem is egy ilyen volt, de ez inkább régebben volt. Mondjuk ilyen 6-7 éve volt jellemző. Mostában már inkább az a jellemző, hogy te szinkronizálsz gyakrabban. Amennyire én észrevettem. Az lehet. Kívánok további sok sikert a munkádhoz, és köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm szépen.